Elkészültetek? Hatalmas üdvrivalgással köszöntötték Erdei Zsolt gyakorlatait Szekszárdon a gyerekek. A félnehéz és cirkáló súlyú profi ökölvívó világbajnok a sportközpont előtti téren tartott edzést a fiataloknak. Itt van egy világbajnok, és ez nekem egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és hogy megérezhetem, hogy milyen volt egy világbajnoknak lenni. Madár hírére több százan érkeztek egy nagyjából 30 perces edzésen részt venni. Így tettek a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre technikumának kadétjai is. Mivel kadét vagyok, ezért fontos nekem a testmozgás, és én kickboxra járok, igaz, nincs köze annyira a boxhoz, de viszont kíváncsi vagyok, hogy egy világbajnok mit tud így mutatni nekünk. Belenézek az ütésben! Madár pedig rendesen meg is izzasztotta a fiatalokat. A sportoló legenda az éppen születésnapos Halász Gábor, a helyi Unió Box Team vezetőjének meghívására érkezett a városba. Ők ketten már több mint 10 éve ápolnak jó barátságot. Ökölvívásról szól, egy kicsit megismerjék a srácok, a gyerekek az ökölvívás szépségét egy kicsit, és a Zsolton keresztül. Ő tudja szerintem a legjobban bemutatni. Erdei Zsolt rendszeresen tart teljesen ingyenes edzéseket gyerekeknek az ország minden pontján. Azt mondja, számára különösen fontos, hogy minél többeket vegyen rá a mozgásra. Nekem ez a küldetésem tulajdonképpen, hogy az ökölvívást népszerűsítsem, a sportot népszerűsítsem, az egészséges életmódot népszerűsítsem, hogy a gyerekek ne otthon ücsörögjenek a tévé előtt, és az okostelefonjukat nyomogassák, hanem egy kicsit mozogjanak is, mert ugye ezzel azért, ha egészségre neveljük őket, akkor adunk nekik útravalót a felnőtt korra is. A szekszárdi programon több mint 200 fiatal volt jelen.